Informatikai biztonsággal foglalkozok, nagyon leegyszerűsítve a megkerek a rossz fiúk, mi vagyunk a jó fiúk. Mi is elvesszük a pénzedet a bankszámlárod, csak előre megmondjuk, hogy mikor és mennyit. A kancellár.hu-t 2002-ben alapítottam, mi a top 1000 cégnek dolgozunk Magyarországon, leginkább a pénzügyi szférának dolgoztunk, de megerősödött közben egy online iparág itt Magyarországon, egyre több olyan cég van, aki csak a weboldalából él. De az etikus hekkelés az arról szól, hogy találjuk meg a legelső, leggyengébb láncszemet. Gyakorlatilag egy sérülékenységvizsgálatot végzünk. Nagyon óvatosan kell ennek nekiállni, a nagy online rendszereknél például éjszaka. Social engineeringet csináltunk, erre nincs jó magyar kifejezés. Ez az a fajta betörés, amikor nem számítógépeket használunk, hanem mondjuk azt, hogy a józan paraszti eszet. Azt mindig leszoktuk tesztelni, hogyha megyünk egy céghez például, hogy hagynak-e minket szabadon járkálni a folyosón. De ha hagynak és van szabad UTP kábel, akkor rácsatlakozunk, és a kollégák a parkolóból már tudják is törni a rendszert. Mondjuk elhoztuk a kukákat. Kiborítottuk és megnéztük, hogy milyen információkat találunk benne. Bent voltunk az épületben és szétszórtunk CD-ket vagy USB-ket, amire ráírtuk, hogy fizetés lista. És akkor ezt az emberek megnyitják, és azon valójában egy rossz indulatú szoftver van. Ebből is le lehet szűrni a tanúságokat, és lehet oktatni a dolgozókat, hogy milyen kísértéseknek álljanak el, meg mire figyeljenek oda. Ami technológiát ma használunk, azt 5 évvel ezelőtt nem használtuk. Rém gyorsan fejlődik ez az egész iparág, és nem fejlődik olyan gyorsan hozzá a biztonság és a biztonság tudatosság. Egyetemen én koleszos voltam, a budaörsi koleszban. Arra emlékszem a mai napig, mikor a gyakvezetőnk felírta azt, hogy www, és elmagyarázta, hogy ez minek a rövidítés. És a 11. emettem mi vezettük be a kábelt, de éreztem azt, hogy ez valami funky dolog. Mi csináltuk meg az első online palacsinta rendelést, hogy le se kelljen menni az alaksorba a palacsintáért, a Steingart felé, vagy a Cabala Peti. Már akkor nagyon jól tudtak programozni, kiképezték saját magukat, és utána ezt a tudást átadtak nekünk is. Sok hozzáértő és lelkes embert találtam, a cégemet is abból építettem fel. Hiszem azt, hogy a sikerünk egyik titka az a jó emberek. Találd meg azt, amiben jobb vagy, mint az átlag. Dolgozz többet, mint a versenytársaid, legyél sokkal hatékonyabb. Persze, hogy az eltére jártam.